Egy hagyományos, 32 lapos, egyszerű vonalas füzet 75 forintba kerül, ugyanennek a rózsaszín, kismacskás változata már 360 forint. A füzet egy alapelem, ha a szülők elkezdik augusztusban a tanszercsomag megvásárlását. Már most gyakran alakulnak ki nagyobb sorok a papírírószerekben, de a csúcsforgalmat augusztus 20-a utánra várják. Vannak, akik nem szeretik és elkerülik azt a tumultust, esetlegesen áruhiányt, ami nálunk nem igazán szokott előfordulni, ők már elkezdenek vásárolni. Elkezdik nézni a minőséget, elkezdik nézni azt, hogy például egy elsős gyereknek nehéz keze van, könnyű keze van. Erre van a szakbolt, ezt itt ki lehet próbálni próbaceruzákkal. Jellemzően eltolódott a bevásárlási dömping augusztus 20-a utánra. Ez abból adódik, hogy ugye a magyar törvények lehetővé teszik az iskola kezdési támogatást, azt, hogy a munkaadók ezt adhatják a munkavállalóik számára. Ők is elmennek szabadságra, augusztus 20-án térnek vissza, jellemzően ekkor kapják meg a munkavállalók, és akkor kezdenek el rohamosan vásárolni. De nem csak a tökéletes, gyermek kezéhez passzoló ceruza és az ahhoz szükséges radír megválasztása fontos. Ma már sokan vesznek kulacsot és uzsonnás dobozt is a gyerekeknek. Ez maga a higiénia hozta be. Az, hogy a szülők úgy vannak vele, hogy inkább megveszek egy uzsonnás dobozt, mint súroljam egy hétvégén a táskát. Mert tudjuk, a diákok félbe belkerült a táskába, mert venni kell másik terembe, tornaterembe, egyebek. Így megvédik a tanszereket a szennyeződéstől. Lányoknál a pandás, lovacskás és a pillangós, fiúknál pedig a focis és szuperhősös minta örök divat, de ha igény van rá, akár pandakornos szettet, tornazsákot, toltartót és hátizsákot is választhatunk. Ez az anyuka most ilyeneket nem vásárolt a lányának, de így is sokat költöttek. Második osztály, a Betlenbe járunk, 25-öt fizettünk, tanszerek. Össze volt írva. Írószerek, fisztol, zsírkréta, színes ceruza, füzetek, füzetborító, radír, hegyező, ami úgy kell általában. Iskola kezdést megelőző nagy bevásárlásnál ez egy átlagos végösszegnek számít, ettől sokkal többet is az üzletekben lehet hagyni. Egy elsős gyereket táskástól, toltartóstól, tornacipőstől, tornaruhástól akár 30 ezer forintért is el lehet indítani, de ez akár lehet 40 ezer és akár 50 ezer forint is. Ez pénztárca és minőség függő. A legtöbbet sokszor a toltartó és a táska dobja a végösszegen. Szempont lehet, hogy könnyű, akár 1 kg alatti súlyú legyen, de érdemes arra is figyelni, hogy megfelelően támassza a derék és a gerinc vonalát. 30 ezer forintért pedig hátizsák helyett olyan táskát is választhatunk a gyerekeknek, amelyet a bőröndökhöz hasonlóan állítható magasságú fogantyú segítségével húzhatunk az úton.